Ismerjük be gyerekként a repülés és a teleportálás mellett, a halhatatlanság volt a harmadik legmenőbb szuperképesség, és ha már ezen a csatornán vagy, akkor nagyon is jól tudod, hogy pontosan miért van ez a felvezetés, ugyanis léteznek állatok, amik képesek túlélni a halált. Na hát erről osztom nektek a mai listát. Sziasztok srácok! Én viccelek vagyok, és köszöntök mindenkit a mai videóban. Hogyha már a szuperképességeknél tartunk, akkor kezdjük is azzal a mai részt, hogy letekeltek egy kicsit, odamentek a komment szekcióba, és megírjátok, hogy nektek mi volt gyerekkorotokban a kedvenc szuperképességetek. Ezeket mindenképpen írjátok meg, mert tényleg kíváncsi leszek, mi lesz a top 1, viszont akkor kezdem is én. Nekem mindig is az volt a vágyom, hogy egyszer csak majd meg fogok tanulni repülni. És ha már példánál vagyunk, akkor persze tudnék egy olyan videót is elhozni nektek, ahol különböző olyan állatot mutatok be nektek, amik képesek repülni, de azt hiszem ez nem túlságosan lenyűgöző. Maradjunk inkább a zombiállatoknál, és nézzük is, hogy mit hoztam nektek mára. Remélem készen álltok, eléggé izgalmas és nagyon is meglepő lesz. És akkor most újra indítom a versenyünket. Tudjátok, ezeknél a videóknál mindig tudtok tippelni, egy kisebb ilyen verseny van tényleg a komment szekcióban, úgyhogy mindenképpen tekerjetek le még most gyorsan, ameddig persze nem láttatok még az összes megoldást, úgymond a mai videóból. Írjatok le nekem kommentben olyan állatokat, amikről hallottatok vagy tanultatok, és tudjátok, hogy túlélték a halált. Nézni fogom és szívecskézni fogom a kommenteket, most pedig kezdjük is akkor a videót. Csótányok. Nagy eséllyel már hallottatok különböző legendákat ezekről az élőlényekről. Nekünk például, tisztán emlékszem, környezetismeret órán mondta tanárunk, hogy ez az állat képes lenne túlélni még egy nukleáris katasztrófát is. Szóval lényegében, ha szétbombáznák a Földet, akkor ők bármi probléma nélkül képesek lennének egy új civilizációt kialakítani. Ez a nukleáris bombázás túléléses dolog lehet, hogy csak legendának tűnik, úgyhogy akkor nézzük is a tényeket. Azért kerültek fel erre a listára, mert képesek akár 2 hétig is élni azután, hogy levágták a fejüket. Ez pedig pontosan azért van, mert nyitott keringési rendszerrel rendelkeznek, ami ha figyeltél biozórákon, akkor tudod, hogy nagyon alacsony vérnyomást eredményez, ennek következtében tehát nem véreznek el egy lefejezés után sem. Hát pontosan így képes túlélni a halált, ugyanis a seb egyszerűen csak elzárulik a véralvadás miatt. A következő kérdés, ami felmerült, hogy mégis mit csinálnak agy nélkül. Nos, amíg az embereknek ez nélkülözhetetlen szerve a túléléshez, addig a csótányokat hát nem éppen az agy hiánya kergeti a halálba. És még csak nem is az, hogy elveszítenék az orrukat a fejükkel együtt, ugyanis a testük különböző pontjain vannak a légzőnyílásaik. Szóval visszatérve, akkor mégis mi teszi el őket láb alól? Tehát ott tartottunk, hogy konkrétan lefejezték, nem vérzett el, tud levegőt venni, nem állt le a keringése, minden megy tovább, mintha mi sem történt volna, azonban itt jön a fő ellenségük, ez nem más, mint az éhenhalás. Táplálékot továbbra se tudnak máshogy magukhoz venni, csak is a fejükön, pontosabban a szájnyílásokon keresztül. És pontosan ezért van az, hogy egy igazán kifejlődött példány akár 2 héten keresztül is képes még túlélni egy fejlevágást, ugyanis ennyi idő, mire minden kajatartaléka úgymond kiürül, és hogyha ugye nem tud kajálni, akkor lényegében emiatt fog végül elpusztulni. Azért elég komoly, hogyha így belegondoltok, mármint hogy ezt én így olvastam is így, volt fej, nincs fej, volt baj, nincs baj. 2 hétig. A polip. Aki követi valamennyire a keleti kultúrát és annak konyháját, az már valószínűleg nagyon is jól tudja, hogy ott bizony bevett szokás polipot enni. Egy igencsak veszélyes inyenségről beszélünk, ami már nem egyszer volt valakinek az utolsó vacsorája. Ugyanis sokan haltak már bele nyers, élő polip evésébe, és halottnak hitt azonban a kést túlélő állat haragjába is. Oké, itt kicsit trükkös a helyzet, ugyanis az állat maga nem marad életben ugyan, azonban a 8 karja az, ami képes mozgásban maradni és megkapaszkodni az emberek torkán nyelés közben. Erre a magyarázat pedig a különleges központi idegrendszerükre vezethető vissza. A polipoknak nem csak az agyukban, de a csápjaikban is vannak idegsejtjeik. Így, ha a csáp maga már nem is kapcsolódik az agyhoz, a benne lévő idegek stimulus hatására, mint egy reflex, önmaguktól reagálnak és elkezdenek mozogni. Remélem még nem túl késő szólni, hogy néhány felvétel az egy picikét megrázó lesz, vagy hát nem is megrázó, de azért mégis ilyen rémálomgerjesztő kb. Úgyhogy gyerekek csak saját felelősségre. A szalamandra. Na, hogyha valakiről, akkor róla sokat hallhattatok már, ami a halhatatlanságot illeti. Mármint hallhattatok, halhatatlanság, ezt inkább nem engedjük el, ez most már így lesz benne. Vannak felvételek, ahol lángokon sétálnak át, ahol elképesztő magasságokban esnek le, majd sétálnak tovább, sőt, ha ez mind nem elég, akkor képesek akár újra növeszteni az elvesztett végtagjaikat is. Na, nézzük is, hogy ez a már-már paranormális regenerációs képesség hogyan működik. A nagy titok egy egyedi fehérjében rejlik, ami a sejtképződést segíti elő. Ez egyébként az emberi szervezetben is megtalálható, de semmiképpen ne próbálkozzatok azzal, hogy levágjátok az ujjatokat és várjátok, hogy visszanőjön, mivel sokkal kisebb mértékben áll rendelkezésre az emberekben. Ennek a fehérjének köszönhetően gyógyulnak egyébként a sebeink is, de sajnos nem vagyunk képesek új és működő testrészeket előállítani. Mi meglepő ugyebár. Egyelőre legalábbis. Ugyanis a tudósok
kísérleteznek már és próbálkoznak a szalamandra mintájára, az emberi szervezetben is a lehető leginkább segíteni ennek a fehérjének a termelődését és működését. Na, hogyha ennek egyszer eredménye lesz, akkor biztos, hogy első között fogok nektek erről beszámolni, mert azért gondoljatok bele, mennyi baleset van, ahol mondjuk valaki elveszíti a kezét, vagy akár a lábát kell amputálni, és hogy ezt sikerülne megfejteni a tudósoknak és az orvosoknak, akkor lehet, hogy csak belegyomnak egy kis fehérjét, és fogja magát, és kinőne az új végtagod. Itt még sajnos nem tartunk, de ha egyszer majd itt leszünk, akkor erről is meg fogok hozni egy videót nektek. A csirke. Oké, valószínűleg mindenki nagyot nézhetett most, hogy viccelek, mégis miről beszélsz? Szép is lenne, ha ebédnél a rántott csirke már egyszer csak felpattanna. Nyilván nem éri túl a darabolást, főzést és hasonló dolgokat, mert különben kb. Elpusztíthatatlan csirke uralom lenne a Földön. Viszont rájuk is igaz, hogy képesek azután is életben maradni, hogy levágták a fejüket. És nem, inkább nem fogok szemléltetésképpen berakni erről felvételeket, mert akár gyerekek is nézhetik ezt a videót. Azonban elmagyarázom, hogy ez pontosan hogyan lehetséges. Ahogy embereknél az agy, az egész test mondhatni középpontjának számít, és minden innen van irányítva, addig a csirkék esetében bizonyos testi folyamatokat az agytörzs irányít, és nem maga a kis, vagy akár a nagy agy. Emiatt tehát, amennyiben a vágóhídon a mészáros túl magasan próbál elvégezni a vágást, akkor véletlenül kikerülheti az agytörzset és a nyaki eret is, így pedig nem csak hogy mozogni, de akár lélegezni is tudnak tovább. Erről például lehet hallottatok is, hogy létezett egy csirke, ami másfél évig élt fej nélkül. Békák. Rengeteg kísérletet hajtottak már végre kimúlt békák testét felhasználva, sőt már mesefilmekben is lehetett olyan szemléltetést látni, ahol egy béka lábába elektronokat vezetve az megmozdult. Nos, ez a valóságban is így működik, azonban a különlegesség az nem is ez az elektromosság hatására végbe menő mozgás, hanem az, hogy egy béka képes akár agy nélkül is tovább élni. A kutatók sok kísérletet hajtottak már végre, így például David Ferrier 19. századbeli kutató neve is a békákon keresztül maradt fent. Arra jutottak, hogy egy fejjel rendelkező, de agyát eltávolított béka lényegében ugyanúgy viselkedik, mint egy átlagos és mindennel rendelkező béka. Lélegzik, úszik, ha valami hozzáér, akkor elkezd brekegni, de mind ezek csak reflexek és nem önálló döntések. Mármint nyilván nem is lenne túl egyszerű agy nélkül gondolkodni. Szóval mindez lehetséges, agy nélkül is képes túlélni egy béka. A legyek. Túl sok időt nem szeretnék velük tölteni, már csak azért is, mert ezen a ponton már meg se lepődtök, ha egy élő lény miután elveszíti a fejét, ebben az esetben szó szerint, utána ugyanúgy képes tovább élni és szinte hiányosságok nélkül működni. Nos, ez igaz a legyekre is. Levágják a fejét, semmi baj, megy tovább. Ami inkább újdonság itt, az az, hogy képesek egy téli álomhoz hasonló állapotba kerülni, aminek hatására akár a fagyból is képesek újra életre kelni. A szó szerint fagypont alatti időjárásokban hibernálják magukat, és amikor a környezeti hő elég magas, hogy kiolvadjanak, akkor minden megy tovább. Elég komoly még elképzelni is, mi? És azt kell mondjam, ez a képesség nekem is elég jól jönne a téli hónapokra. Leszámítva, hogy persze senki nem próbálja ki, mert ez nem működik sehol máshol, kivéve csak is a legyeknél. Giriszták. Pontosabban szakszerűen fogalmazva a pántlika, vagy lapos féregről beszélünk. Na, így azt hiszem rögtön hátborzongatóbb a neve. Viszont az igazán para az az, hogy mikre képesek. A Nottingham Egyetemen végeztek igen megdöbbentő kutatásokat, aminek hatására arra jutottak, hogy a szalamandra regeneráló képessége konkrétan elbújhat. Ha ketté vágsz egy lapos férget, ahol a fej megmaradt, ott farok nő, a másik félre pedig egy új fej nő ki. Ha 20 felé vágsz egy ilyen lapos gilisztát, 20 teljesen életképes egyet fog létrejönni. Lényegében ez Kerberos csak a valóságban. És a legnagyobb fun fact, ami inkább csak egy fact a fun nélkül, az az, hogy arra a következtetésre jutottak, hogy a regeneráció mellett valójában a sejtjeik nem is öregednek. Így tehát elméletben létezhet olyan lapos féreg, ami a világ kezdete óta egészen a világ végéig képes élni. Amennyiben persze nem fagy meg, nem eszi meg valaki, vagy nem kap el egy halálos betegséget. Kígyók. Gondolom, nem csak én vagyok olyan, aki legszívesebben elkerülne minden kígyót a Földön. Ijesztően néznek ki, nagyon gyorsak és elég hamar támadnak. Nem beszélve arról, hogy hány olyan mérges kígyó létezik, amik halálosak lehetnek az emberre nézve. Na most mindezt egybevéve képzeld hozzá még azt is, hogy kígyótámadás áldozata leszel, sikerül ugyan levágdod a fejét, de ezzel még ugyanúgy tovább él. Sőt, ebben a test nélküli állapotban is képes megharapni, és ezzel akár végezni is veled. A kígyók fejének két oldalán hőérzékeny receptorok vannak, amit kb. Úgy lehet elképzelni, mint a Predator a filmből. Ezek az érzékelők pedig a halála után még órákig képesek érzékelni egy fenyegető élőlény testhőjét, amire a reflexszerű támadás azonnal be is következik.
Úgyhogy srácok, hát ez a mai videó, én azt kell mondjam nektek, hogy amikor ezt a cikket én olvastam és összeírtam a mai kis szövegkönyvemet, akkor úgy jó párszor elképedtem, meglepődtem, és el sem akartam hinni, hogy ezek mind igazak lennének. Márpedig ezek tényleg így vannak, ezek tényleg fel vannak jegyezve, úgyhogy ja, ezek mind így voltak, ezeket mind elhihetjük, és akkor most játszunk egy olyat, hogy csapj egy lájkot akkor, hogyha meglepődtél bármelyiken is a mai videóból. Úgyhogy tényleg mindenképpen csapjatok egy lájkot, ha élveztétek a mai videót, valamint csatlakozzatok a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő videókat is, mert ahogy láttam mostanában nagyon sokan szerettétek ezeket az ilyen ismeretterjesztő, kicsit tudományosabb, de mégis szórakoztató kontenteket is, úgyhogy nyugi, lesz még rengeteg ilyen. Feltéve, hogyha feliratkozol. Odafigyelek rád, vigyázz, odafigyelek. Na de tényleg köszönöm a figyelmet, skacok, nem akarok itt túlságosan sokat poénkodni. Gyertek vissza holnap is az újfajta videókért, addig is még, sziasztok!